Szerinted sincs rendben, hogy Magyarországon ma számos esetben megkülönböztetik a hívvel élőket? Felháborít, hogy nem látják el őket az egészségügyben téves információk vagy félelmek miatt? Aggasztónak tartod, hogy Magyarországnak évek óta nincs hív stratégiája? Attól, hogy az állam homokba dugja a fejét megoldások keresése helyett, a probléma még ugyanúgy fennáll. Magyarországon az elmúlt 5 évben megduplázódott az új hív esetek száma. A TASZ évek óta küzd a hívvel élők hátrányos megkülönböztetése ellen. Célunk az, hogy mindenki számára elérhető legyen a legmodernebb kezelés, gondozás és megelőzés. Te szolidaritasz?